Tiéd ez a ház? Kérdeztem tőle, midőn mellettem ült, és zöld, kemény szemével fürkészőn nézett rám. Enyém, válaszolta, és a vendégek is az én vendégeim. Minden este vannak nálam vendégek, mert nem akarok egyedül lenni. És Metufer? Kérdeztem erre, mert mindent tudni akartam, még akkor is, ha fájdalmat okoz. Újra fürkészőn nézett rám, és összeráncolta szemöldökét. Hát nem tudod, hogy Metufer meghalt? Metufer meghalt, mert elverte a pénzt, amit a fáraó adott apjának, hogy templomot építsen belőle. Metufer meghalt, és apja sem királyi építőmester többé. Hát nem tudod ezt? Ha ez igaz, mondtam mosolyogva, még képes volnék azt hinni, hogy Ámon büntette meg, mert valamikor kigúnyolta őt. És elmeséltem neki, hogyan köbdöste le Metufer és a pap Ámon szobrát, hogyan mosták le aztán, és hogyan kenték be magukat Ámon szent kenőcsével. Nefer elmosolyodott, de szeme hideg maradt, és valahová a messzeségbe merett. Aztán hirtelen megszólalt. Miért nem jöttél hozzám akkor, Sinue? Ha kerestél volna, bizonyosan megtalálsz. Rosszul tetted, hogy nem jöttél hozzám, hanem inkább más nőket kerestél fel az én gyűrűmmel az ujjadon. Fiatal voltam még, és talán féltem is tőled, válaszoltam. De álmaimban téged láttalak, húgom, Nefer, és kinevethetsz, de még sohasem töltöttem kedvemet nővel, mert arra vártam, hogy egyszer találkozunk. Elmosolyodott, és kezét felemelve így szólt. Most biztosan nem mondtál igazat. Bizonyára öreg és csúnya vagyok a szemedben, és örömet szerez neked, ha gúnyolódhatsz és hazudhatsz előttem. Rám nézett, és a szeme olyan vidáman mosolygott, mint régen. Megfiatalodott, és olyan volt, mint amikor először láttam, úgyhogy szívemet összeszorította a fájdalom. Az igaz, hogy még sohasem érintettem nőt, mondtam, de az talán nem igaz, hogy csupán rád vártam. Azért mondom, mert most őszinte akarok lenni hozzád. Sok nő került már utamba, fiatal és öreg, szép és csúnya, okos és buta, de mindegyiket csak az orvos szemével néztem, és szívemet egyik sem gyújtotta lángra. Hogy miért, azt nem tudom. Gyermekkorodban talán kocsirúdra estél, és megütött lábaid között a rúd. Azért lettél bánatos, és azért tudsz meglenni egyedül is, mondta tréfálkozva, és gyengéden megsimogatott úgy, ahogyan még egyetlen nő sem tette. Felesleges volt válaszolnom, mert maga is jól tudta, hogy nem így van. Gyorsan visszahúzta a kezét, és odasúgta. Igyunk bort, hogy felvidítsuk a szívünket. Meg lehet, hogy még kedvemet töltöm veled, Sinue. Ittunk, és a rabszolgák néhány vendéget már elcipeltek a gyaloghintóikba, Horemheb pedig átölelte a mellette ülő nőt, és húgának nevezte. A nő mosolygott, kezét Horemheb szájára tette, és azt mondta, hogy ne beszéljen bolondságokat, amelyeket másnap úgy is megbánna. De Horemheb felállt, és boros poharával a kezében kiáltotta. Bármit teszek is, sohasem fogom megbánni, mert mától kezdve csak előre nézek, hátra soha. Sólymomra és mindkét birodalom 1000 istenére esküszöm, akinek nevét most nem fogom elsorolni, de azért hallják meg mind az eskümet. Nyakáról levette az aranyláncot, és a nő nyakára akarta akasztani. A nő azonban félretolta, és haragosan így szólt. Én tisztességes nő vagyok, nem pedig utcalány. Megsértődve felállt, és elment, de az ajtóból, anélkül, hogy a többiek észrevették volna, odaintette Horemhebet, az pedig követte őt. Aznap este nem láttam többé egyiket sem. Távozásukat senki nem vette észre, mert már későre járt az idő, és a vendégeknek amúgy is indulni kellett volna hazafelé. A vendégek persze egyre csak ittak, a zsámolyokban botladozva tántorogtak végig a termen, és a zenészektől zsákmányolt csörgőket lóbálták. Egyszer ölelgették, és testvérnek, barátnak nevezték egymást, a következő pillanatban pedig összeverekedtek, és kandisznónak, meg heréltnek nevezték a másikat. A nők szégyenkezés nélkül vették le vendéghajukat, és megengedték a férfiaknak, hogy csupasz fejüket simogassák, mert attól kezdve, hogy a gazdag és előkelő nők csupaszra borotváltatták fejüket, a férfiakat semmi más nem izgatta fel jobban, mint az ilyen fej simogatása.
Néhány férfi megkísérelt odajutni Nefer-Nefer-Neferhez is, de ő visszalögdöste őket, én pedig, amikor már túlságosan tolakodóak lettek, a lábukra tapostam. Nem törődtem se rangjukkal, se állásukkal, hiszen mindegyik részeg volt a bortól. Én is részeg voltam, de nem a bortól. Engem Nefer-Nefer-Nefer közelsége és kezének érintése részegített meg. Nefer-Nefer-Nefer nem sokára jelt adott, és a szolgák kezdték kioltogatni a fényeket, az asztalokat és zsámolyokat félrehorták, a padlóról felszedték az összetaposott virágokat és koszorúkat, és gyaloghintóikba cipelték a boros korsók mellett elaludt vendégeket. Ekkor így szóltam. Nekem is mennem kell. De mindegyik szó úgy mart a szívemet, ahogy a sebet marja a só, mert nem akartam elveszíteni őt, és nélküle haszontalan volt az életem minden pillanata. Hová akarsz menni? Kérdezte Szillelt csodálkozással. Megyek őrködni a házad elé, válaszoltam. Megyek, hogy áldozatot mutassak be Théba minden templomában azért, hogy újra találkozhattam veled, mert megint hiszek az istenekben. Megyek virágokat szakítani a fákról, hogy lábad elé szórjam, ha kilépsz a házadból. Megyek mirhát vásárolni, hogy bekenjem vele ajtófélfádat. Nefer-Nefer-Nefer elmosolyodott. Jobb, ha nem mégy el, mert virágom és mirhám nekem is van. Jobb, ha nem mégy el, mert a bortól mámorosan még idegen nőkhöz tévedsz, és én azt nem akarom. Szavai annyira megörvendeztettek, hogy meg akartam ragadni a kezét, de ő eltolt magától. Hagyj! Nem akarom, hogy meglássák a szolgák, mert bár egyedül élek, mégsem vagyok akármilyen utolsó nő. De mert őszinte akartál lenni hozzám, én is őszinte akarok lenni te hozzád. Nem foghatunk még hozzá ahhoz, amiért jöttél, hanem inkább elmegyünk a kertembe, és ott elmondok neked egy mesét. Kimentünk a kertbe, amelyet beragyogott a holdfény. Mirtuszok és akácbokrok illata árat felénk, a tarka kövekkel szegélyezett medence vizén a lótuszvirágok éjszakára becsukták kelyhüket. A szolgák vizet öntöttek kezünkre, aztán sült libahúst és mézben megforgatott gyümölcsöt hoztak elénk. Nefer-Nefer-Nefer így szólt. Egyél és örvendezz velem, Sinue. De a sóvárgástól összeszorult a torkom, és egy falatot sem tudtam lenyelni. Ő pedig pajkosan mosolyogva nézegetett, és jó étvágya levett. Valahányszor rám nézett, megcsillant szemében a holdfény. Amikor befejezte az evést, azt mondta. Megígértem, hogy elmondok neked egy mesét. Most el is mondom, mert reggelig még sok idő van, én pedig nem vagyok álmos. A mese Szetna Hamoaszról és Tabuburról Basztet papnőjéről szólt. Hallottam már ezt a mesét. Szakítottam félbe, mert már alig bírtam magammal. Sokszor hallottam már, húgom. Gyere velem, hogy ölembe zárjalak, és elaltassalak karjaim között. Gyere már, húgom, mert testem beteg a sóvárgástól, és ha nem jössz, kővel sebet szakítok arcomon, és kiáltani fogok a vágytól. Csit, Sinue, mondta Nefer-Nefer-Nefer, és gyengéden megérintett. Túl heves vagy, és én félek tőled. Hogy megnyugodjál, elmondom a mesét. Az úgy volt, hogy Szetna Hamoasz egy alkalommal, amikor Tot elzárt könyvét kereste, meglátta a templomban Basztet papnőjét, Tabubut, és annyira megtetszett neki, hogy utána küldte a szolgáját azzal a parancsal, kínáljon fel 10 deben aranyat, ha hajlandó 1 órát vele tölteni, és gyönyört ajándékozni neki. De Tabubu azt válaszolta. Papnő vagyok, nem pedig valami utolsó nőszemély. Ha urad valóban kívánja azt, amit mond, jöjjön maga hozzám az én házamba, ahol senki sem lát bennünket, és ahol nem kell utcalány módjára viselkednem. Szetna nagyon boldog volt, el is ment gyorsan Tabubu házába, ahol a papnő kedvesen üdvözölte és borral kínálta. Amikor azonban Szetna felvidította szívét borral, és ahhoz akart kezdeni, ami véget eljött, Tabubu így szólt. A házba bizony bejutsz, hiszen bent vagy már, de én papnő vagyok, nem pedig valami utolsó nőszemély. Ha valóban azt kívánod tőlem, amit mondasz, ide kell adnod vagyonodat és minden tulajdonodat, házadat, földedet és mindent, ami csak tiéd.
Setna ránézett, aztán törvénytudó írnokért küldött, és elkészítette az írást, amelyben minden vagyonát Tabubunak adományozta. Akkor Tabubu felkelt, és királyi gyolcsba öltözött, amelyen át tagjai olyannak látszottak, mint az istenek tagjai, és ragyogóan feldíszítette magát. De amikor Setna ahhoz akart kezdeni, ami véget eljött, Tabubu eltolta magától, és így szólt. Tüstént bejutsz a házamba, hiszen már ott vagy. De papnő vagyok, nem pedig valami utolsó nőszemély. Ezért el kell küldened a feleségedet a házadból, mert biztos akarok lenni afelől, hogy a szíved nem fog visszahúzni hozzá. Setna ránézett, és elküldte szolgáit, hogy elkergessék feleségét. Akkor Tabubu azt mondta, jöjj szobámba, heveredj ágyamra, és megkapod jutalmadat. Setna örömtől mámorosan ment Tabubu szobájába, és leheveredett az ágyra, hogy megkapja jutalmát, de akkor egy szolga jött hozzá, és így szólt. Itt vannak a gyermekeid, és a kapu előtt jajgatva siratják anyjukat. Setna azonban nem látott, nem hallott, hanem egyre csak ahhoz akart hozzákezdeni, ami véget eljött. Akkor Tabubu kijelentette. Papnő vagyok, nem pedig valami utolsó nőszemély. Félek, hogy gyermekeid összevesznek az örökségen az én gyermekeimmel. Ennek nem szabad megtörténnie, ezért meg kell engedned, hogy gyermekeidet megöljem. Setna megengedte, hogy a papnő ott előtte megölje gyermekeit, aztán kidobja őket kutyák és macskák étkéül az udvarra. És amint Tabubuval együtt itta a bort, hallotta a gyermekei húsán marakodó kutyák és macskák üvöltését. Félbeszakítottam Nefer-Nefer-Nefert, mert a szívem épp úgy elszorult, mint amikor gyermekkoromban hallottam ezt a mesét, és így szóltam. De mindez csak álom volt, mert Setna az ágyon Tabubu sikítását hallotta, és felébredt. Úgy érezte magát, mintha tüzes kemencében volna, és nem volt rajta egy száruha sem. Mindez csak álom volt, és ezt az álmot Nanofer kapta varázslata idézte elő, akiről egy másik mese szól. De Nefer-Nefer-Nefer békítően megjegyezte. Setna valóban álmot látott, aztán felébredt, de sokan csak a halottak házában ébrednek fel álmokból. Bizony, Sinue, azt kell mondanom neked, hogy én is papnő vagyok, nem pedig valami utolsó nőszemély, és akár az én nevem is lehetne Tabubu. De amikor rám nézett, szemében megcsillant a holdfény, és én nem hittem neki. Megpróbáltam ölembe vonni, de ő eltolt magától, és azt kérdezte. Tudod-e, miért ábrázolják macska fejűnek Bastet istennőt, a szerelem istennőjét? Nem érdekelnek sem a macskák, sem az istenek, válaszoltam, és újra megpróbáltam ölembe vonni. Szemem már könnyes volt a kínzó vágytól, ő azonban ellökte kezemet. Nem sokára megérinthetett tagjaimat, mondta, és ha megnyugtat, azt is megengedem, hogy kezedet mellemre és ölembe tegyed. Ám először meg kell hallgatnod engem, és meg kell tudnod, hogy a nő olyan, mint a macska, és a szenvedély is olyan. Mert a macskának a mancsa lágy és puha, de éles és marcangoló karmok rejtőznek benne, amelyek könyörtelenül hatolnak egészen a szívig. És a nő is olyan, mint a macska, mert a macska is élvezettel kínozza, karmával élvezettel gyötri áldozatát, és nem unja meg ezt a játékot sohasem. Aztán, amikor áldozatát már megbénította, akkor falja fel, és elindul újabb áldozatot keresni. Azért mondom el neked mindezt, hogy őszinte legyek hozzád, mert semmiképpen sem akarok neked rosszat okozni. Bizony, semmiképpen sem akarok neked rosszat okozni. Ismételte, aztán szórakozott mozdulattal megfogta egyik kezemet, és a mellére tette, a másikat pedig ölébe húzta. Remegni kezdtem, és szememből könnyek peregtek. De rögtön utána türelmetlenül félretolta a kezemet, és így szólt. Az én nevem Tabubu, és mivel már te is tudod, menj el innen, és ne térj soha se vissza, hogy ne árthassak neked. Ha pedig nem mégy el, ne engem okolj, hogyha bajod történik. Hagyott egy kis időt, hogy elindulhassak, de én ott maradtam. Akkor könnyedén felsóhajtott, mintha már elege lenne a játékból. Hát legyen, meg kell adnom neked azt, amiért jöttél.
De ne légy túl heves, mert fáradt vagyok, és félek, hogy elalszom karjait közt. Bevezetett a szobájába. Elefántcsontból és ébenfából volt az ágya, és ő levette ruháját, és megnyitotta nekem az ölét. Úgy éreztem, mintha szívemmel együtt mindenem porrá égett volna az ölében. De ő nem sokára ásított egyet, és így szólt. Csak ugyan fáradt vagyok, és most már elhiszem, hogy még sohasem érintettél nőt, mert szörnyen esetlen vagy, és nem szerzel gyönyört nekem. Ám az olyan ifjú, aki életében először van nővel, pótolhatatlan ajándékot ad neki. Ezért nem is kérek tőled semmi mást. De most már menj utadra, és hagyj aludni, mert megkaptad, amit kerestél. Amikor újra át akartam ölelni, visszalökött és elküldött magától, így hát elindultam hazafelé. De testemet, mintha tűz égette volna, minden forrt és zúgott bennem, és tudtam, hogy sohasem tudnám Nefer-Nefer-Nefert elfeledni. Másnap meghagytam Kaptahnak, hogy ezután küldje el az összes beteget, magam pedig türelmetlenül tanácsoltam, hogy keressenek másik orvost. Aztán Borbélyhoz mentem, megmosdottam, illatos olajjal kentem be testemet, és felöltöztem. Gyaloghintót rendeltem, és sietésre nógattam a teherhordókat, mert Nefer-Nefer-Nefer házához igyekeztem, és nem akartam ruhámat és lábamat az utca porában beszennyezni. Félszemű szolgám Kaptah aggódva lesett utánam, és erősen csóvált a fejét, mert a nap kellős közepén még sohasem hagytam el orvosi szobámat, és attól félt, hogyha elhanyagolom a betegeket, majd elmaradnak az ajándékok. De az én fejemben csak egyetlen gondolat lakozott, és testem forró volt, mintha tűz égette volna. És nekem olyan jól esett ez a forróság. Egy szolga nyitott ajtót, aztán bevezetett Nefer-Nefer-Nefer szobájába. Nefer-Nefer-Nefer tükör előtt szépítgette magát, rám nézett, de szeme merev volt és közönyös, mint a zöld kő. Mit kívánsz, Sinue? Kérdezte. Untatsz a jelenléteddel. Jól tudod, hogy mit kívánok, feleltem, és át akartam ölelni, mert a múlt éjjeli engedékenységére gondoltam. De ő kelletlenül eltolt magától. Buta vagy rossz akaró, hogy zavarsz engem? Kérdezte indulatosan. Hát nem látod, hogy ki kell szépítenem magamat? Szidomból egy kereskedő érkezett a városba, és van nála egy sírból való királynői fejdísz. Ma este nekem ajándékozza valaki azt a fejdíszt, mert már régóta vágyom olyan ékszer után, amilyen nincs senki másnak. Ezért kell kiszépíteni magam, és ezért kell testemet bekenetnem kenőccsel. Szégyenkezés nélkül vetette le ruháit, aztán leheveredett az ágyra, hogy rabszolganője kenőccsel bedörzsölje tagjait. Szívem a torkomban dobogott, tenyerem izzadni kezdett szépségének láttán. Mit késlekedsz, Sinue? Kérdezte, amikor a rabszolganő elment, ő pedig gondtalanul hevert tovább az ágyán. Miért nem mentél már el? Nekem öltözködnöm kell. Akkor elragadott a szenvedély, és odarohantam hozzá, de ő ügyesen félretolt, úgyhogy nem tudtam hozzáférni. Tehetetlen vágyamban sírni kezdtem. Végül azt mondtam neki. Ha módomban állna, tudod jól, vennék neked fejdíszt, de nem engedem meg senki másnak, hogy hozzád érjen. Inkább meghalok. Komolyan mondod, szólt gyengéd hangon, és félig behunyt a szemét. Valóban nem engeded meg senki másnak, hogy megöleljen. Mi lenne, ha neked áldoznám a mai napot? Mi lenne, ha ennék, innék, és kedvemet tölteném veled, Sinue? És mi lenne, ha ma csinálnám, mert senki sem tudja, mit hoz a holnap? Mit adnál érte, Sinue? Széttárt a karját, és kinyújtózott az ágyon. Sima hasa besüllyedt. Egyetlen szőrszál nem volt a testén, sem a fején, sem másutt, ahol rendesen nőni szokott. Mit adnál érte? Ismételte, újra nyújtózott egyet, és rám nézett. Hiszen semmim sincsen, amit neked adhatnék. Válaszoltam, és körülnéztem szobájában, mert ágya elefántcsontból és ébenfából készült, a padozat türkizzel díszített lapisz lazuli kőből volt, és mindenfelé aranyserlegek hevertek. Bizony semmim sincsen, amit neked ajándékozhatnék. Mondtam újra, térdem elgyengült,
és el akartam menni, de ő visszatartott. Sajnállak téged, Sinue, jelentette ki gyengéden, és puhán nyújtózott egyet. Igaz, hogy odaadtad nekem azt, ami felér egy ajándékkal, bár utólag úgy érzem, eltúlozzák ennek az ajándéknak az értékét. De hát végül is van házad, ruhád, és vannak orvosi szerszámaid. Mégsem vagy egészen szegény. Egész testemben megremegtem, de így szóltam. Mindenem a tiéd, Nefer, 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 ha úgy akarod. Mindenem a tiéd, ha a mai napon kedvedet töltöd velem. Nem sok értékem van, de a házam el van látva orvosi felszereléssel, és biztosan akad olyan tanuló az életházában, aki jó pénzt ad érte, ha szüleinek vagyona megengedi. Gondolod? Kérdezte Nefer, 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 és mesztelen hátát felén fordítva nézegette magát a tükörben, hosszú ujjaival szemöldökének fekete ívét simogatta. Legyen hát, ahogyan kívánod. Eredj írnokért, hogy papírra vesse a dolgot, és nevemre írathassa minden vagyonodat. Mert ha egyedül élek is, nem vagyok akármilyen utolsó nő, és gondoskodnom kell a jövőmről, ha egyszer elhagynál engem, Sinue. Mesztelen hátát nézegettem, és a nyelvem megduzzadt számban, a szívem pedig olyan vadul kezdett verni, hogy azonnal elrohantam, és szereztem egy törvénytudó írnokot, aki rövid idő alatt megírta az összes szükséges papírt, aztán elküldte megőrzésre a királyi levéltárba. Amikor visszaértem, Nefer, Nefer, Nefer már királyi gyolcsba öltözött, fején vendéghaj volt, vörös, mint az arany, nyakát, csuklóját és bokáját gyönyörű ékszerek díszítették, háza előtt előkelő gyaloghintó várakozott. Átadtam neki a törvénytudó írnokkal megíratott okmányt, és azt mondtam. Minden vagyonom a tiéd most már, Nefer, 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 még a rajtam levő ruhák is. Együnk, ígyunk, és töltsük el együtt örömben ezt a napot, mert senki sem tudja, mit hoz a holnap. Ő pedig fogta az okmányt, és bezárta egy ében faládikába, aztán felén fordult. Nagyon sajnálom, Sinue, de az előbb vettem észre, hogy havi bajom elkezdődött, így hát nem érinthetsz engem, ahogy szeretném. Jobb, ha most elmégy, és magamra hagysz, hogy tisztálkodhassak, mert nehéz a fejem, és az ágyékom is fáj. Majd egy másik napon újra eljöhetsz, és akkor megkapod, amit kívánsz. Ránéztem, és szívembe halál költözött. Nem tudtam megszólalni. Türelmetlen lett, néhányszor toppantott, és így szólt. Menj utadra, mert nincs sok időm. Amikor kezemmel érinteni akartam, azt mondta. Ne mázold el arcomon a festéket. Ekkor hazamentem, és elrendeztem a holmimat, hogy minden rendben legyen az új tulajdonos jövetelére. Félszemű szolgám minden lépésemet követte, és csóválta a fejét, míg egyszer csak megelégeltem, és dühösen kifakadtam. Ne járkálj utánam, mert nem vagyok többé a gazdád. A te gazdád már más valaki. Légy hozzá engedelmes, és ne lopj tőle olyan sokat, mint én tőlem, mert meglehet, hogy az ő botja keményebb, mint az enyém. Akkor kaptak a földig hajolt előttem, bánata jelül feje fölé emelte karját, keservesen sírva fakadt, és így szólt. Ne küldj el magadtól, uram, mert öreg szívem nagyon megszeretett, és megszakad bánatában, ha elhagysz. Mindig hűséges voltam hozzád, bár fiatal és egyszerű ember vagy, és amit elloptam tőled, azt úgy loptam el, hogy gondosan szem előtt tartottam a te érdekeidet, és azt, hogy mennyit lehet ellopni tőled. Öreg lábammal a déli forróságban róttam az utcákat, nevedet és orvosi tudásodat kiáltoztam az emberek fülébe, még akkor is, amikor a többi orvos szolgái bottal vertek és ganallyal dobáltak meg. Szívemet, mintha sómorta volna, szájamban pedig megkeseredett a nyál, amikor az arcára néztem. Megindultan érintettem meg a vállát. Kelj fel, Kaptah, mondtam. A vétellevélben Kaptah volt a neve, de én sohasem szólítottam így, nehogy túl nagy legyen az önbizalma, és hozzám hasonlónak képzelje magát. Ha hívni akartam, csak azt kiáltottam neki, hogy rabszolga, mi haszna, vagy tolvaj. Most, hogy valódi nevét hallott a számból, még keservesebb sírásra fakadt. Homlokával megérintette kezemet és lábamat, aztán pedig lábamat a fejére tette, mire végül is megdühödtem, belerúgtam, és megparancsoltam, hogy keljen fel. Itt már nem használ a sírás.
De talán jobb, ha megmondom, hogy nem haragomban adtalak másnak, mert bár szégyentelenül csapkodtad az ajtókat és csörömpöltél az edényekkel, ha valami nem tetszett neked, mégis megvoltam elégedve szolgálatoddal. Ha loptál is tőlem, nem haragudtam rád, mert a lopás a rabszolga joga. Így volt ez a múltban, és így lesz a jövőben is. De mégis oda kellett téged adnom, mert más adnivalom nem volt. Odaadtam a házamat is, odaadtam mindenemet, még a ruha sem az enyém, amit hordok. Fölösleges hát sírnod előttem. Gabtah akkor felkelt, és vakargatni kezdte fejét. Gonosz nap van ma. Mélyen eltűnődött, és így folytatta. Nagy orvos vagy, Sinue, pedig még fiatal vagy, és nyitva áll előtted a világ. Azért a legjobb lesz, ha gyorsan összeszedem a legértékesebb holmikat, és éjszaka, amikor sötét van, elmenekülünk és elrejtőzünk valami hajón, amelyiknek nem válogatós a parancsnoka, aztán elvitorlázunk a folyón lefelé. Mindkét birodalomban akad éppen elég város, és ha a törvény emberei felfedeznének téged, vagy az én nyomomra jutnának a szökött rabszolgák jegyzékéből, elmehetünk a Vörösföld országaiba, ahol senki nem ismer. A tengeri szigetekre is elmehetünk, ahol fanyarborok és vidám nők teremnek. Vagy akár Mitanni országába és Babilóniába is, ahol fordítva folynak a vizek, és nagyra becsülik az egyiptomi orvostudományt, tehát gazdag ember lehet belőled, én pedig akkor tiszteletben álló úr szolgája lehetek. Siess hát, uram, hogy még sötétedés előtt összeszedhessem a holmidat. És ujjamnál fogva rángatni kezdett. Gabtah, Gabtah, ne zavarj ostoba beszédeddel, mert szívem szomorú, mint a halál, és már a testem sem az enyém. Olyan láncok kötnek, amelyek erősebbek, mint a rézlánc, ha nem is látni őket. Ezért nem menekülhetek el, mert Tébától távol minden pillanatom olyan lenne, mintha tüzes kemencében ülnék. Gabtah letelepedett a földre, mert lábán sok fájós csomó volt, amelyeket időnként én gyógyítgattam. Ámon nyilván elhagyott minket, amin nem is csodálkozom, mert olyan ritkán jártál hozzá áldozatot bemutatni. Én viszont mindig hűségesen feláldoztam neki az ötödét annak, amit tőled loptam, hogy megköszönjem, amiért fiatal és egyszerű gazdát adott, de engem is elhagyott. Bizony, bizony, keresnünk kell egy másik istent, és áldozatot kell bemutatnunk neki, hogy elűzze fejünk felől a rosszat, és a dolgokat újra jóra fordítsa. Ne beszélj bolondságokat, szóltam rá, és már megbántam, hogy nevén szólítottam, mert azonnal bizalmas hangot ütött meg. Beszédet csak olyan a fülemben, mint a légyzümmögés. Nem gondolsz arra, hogy már semmink sincsen, amit áldozatként bemutathatnánk, hiszen minden, ami itt van, már másé. És férfi vagy nő az? Kérdezte Gabtah egyszerre kíváncsian. Nő, válaszoltam, hiszen miért is titkoltam volna. Amint ezt meghallotta, újbor sírva fakadt, és haját tépve kiáltozta. Bárcsak soha ne jöttem volna erre a világra, bárcsak megfojtott volna anyám a köldök zsinórommal még a születésem napján. Mert semmi nincsen keserűbb annál, mint a szívtelen nőt szolgálni, és szívtelen kell, hogy legyen, ha egyszer így bánt veled. Majd azt parancsolja, hogy fájós lábammal reggeltől estig ugráljak és szaladjak, és tűvel fog szurkálni, és bottal fogja verni öreg hátamat, amíg ordítani és sírni nem kezdek. Ez lesz a sorsom, pedig áldottam Ámont, és áldoztam is neki hálából azért, hogy fiatal és tapasztalatlan gazdát adott nekem. Ne félj, új gazdád nem szívtelen, szólaltam meg, mert az ember néha ostoba tud lenni, és mivel nem volt más, aki előtt kiönthettem volna szívemet, rabszolgámnak kívánkozott beszélnem Nefer-Nefer-Neferről. Amikor mesztelenül fekszik ágyán, szebb ő, mint a hold, tagjai sejmesek a finom olajoktól, és a szeme zöld, mint a Nílus a nyári napsütésben. Irigylésre méltó és boldog ember leszel, Gabtah, ha közelébe élhetsz, és azt a levegőt szívhatod, amelyet ő. Gabtah erre még nagyobb sírásba fogott. Majd elad engem teherhordónak vagy kőfejtőnek, hogy a tüdöm kifullad, körmöm alól kiserked a vér, és úgy halok meg a mocsokban, mint egy kiebrudalt szamár. Szívem mélyén én is úgy éreztem, hogy nem jár messze az igazságtól, mert Nefer-Nefer-Nefer házában
alig hajut szállás és kenyér olyan féléknek, mint ő. Az én szememet is elöntötte a könny, bár nem tudtam, hogy Kaptahot vagy magamat siratom-e. Ezt látván Kaptah rögtön elhallgatott, és ijedten vizsgálgatta arcomat. De én két kezem közé szorítottam a fejemet, és nem törődtem azzal sem, hogy rabszolgám szeme előtt sírok. Kaptah széles tenyerével megsimogatta fejemet, és bánatosan mondta. Én vagyok a hibás mindenben, mert nem őriztem eléggé uramat. De hát nem is sejtettem, hogy olyan fehér és tiszta, mint a ruha, melyet még egyszer sem mostak. Mert másképp nem értem az egészet. Igaz, nagyon csodálkoztam, hogy gazdám, ha éjszakánként megjött a borozóból, sohasem küldött lányokért. Azok a nők pedig, akiket elküldtem hozzád, hogy levetkőzzenek előtted, és kedvüket töltsék veled, elégedetlenül jöttek ki a szobádból, és patkánynak, meg szemétevő madárnak neveztek engem. Pedig fiatal, sőt, szép nők is akadtak közöttük. Minden törődésem kárba veszett, és már örülni kezdtem szívemben, hogy talán soha nem fogsz asszonyt hozni a házadba, aki fejemre csapna és forró vizet öntene a lábamra, ha már veled kiveszekedte magát. Én bolond. A nátkunyhó rögtön porráig az első tüzes üszöktől is. Még sokáig fecsegett, míg beszéde végül csak olyan volt fülemben, mint a légyzümmögés. Később megnyugodott, ennivalót készített nekem, és vizet öntött kezemre, de én nem tudtam enni egy falatot sem, mert testem tűzben égett, és amikor leszállt az est, szüntelen csak ugyanarra a dologra gondoltam.